ősen idéz, testvérek, a Királyok könyve második, a kettő királyokból, Királyok második könyve negyedik részének első két verséből olvasom. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghal, és te is tudod, hogy szolgád félt az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgáján. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felel, nincs egyéb szolgáló házában, csak egy korsóból alj. Elizeus ezt mondta, menj, kérd kölcsön edényeket ott kinn, minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megtel, de fél. Az asszony elment és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal. Pedig Isten ki. Amen. Ukrajnából érkezett közénk, és már életet szolgált testvérünk, hallgathatunk bizonságtevését, az igenhirdetést, és délután is testvérünk fog szolgálni. Imádkozzunk, hogy hasznos legyen ez mindnyájunk számára. Csak egy néhány bevezető gondolatot.
mielőtt tovább hallgatnánk meg a szolgálatokat, hogy az utóbbi időben a Mózes élete elevenedett meg előtte, és mindjárt tudjuk ugye a Bibliából, hogy Mózes Istennek egy nagy embere volt. Az Úr Jézus akkor, amikor felmegy a megdicsőülés hegyére, akkor az egyik, akivel akart találkozni, vagy Isten úgy adta, hogy találkozzon, az Mózes volt. És tudjuk az ő történetét az Ószövetségből, hogy Istennek áldott embere volt. Egy nagyon komoly, egy nagyon szelíd ember, egy olyan ember, aki az isteni jelenlétében volt, egy nagyon áldott ember. De kevesebbet beszélünk Mózesnek édesanyjáról. Keveset beszél a Biblia is róla. De talán azért lehetett Mózes olyanná, amilyenné lett, mert volt mellette, vele egy nagyon komoly hívő édesanyja. És csak arra az igére szeretném testvérek figyelmét irányítani, amikor már tovább nem rejtegetheti, szerze annak egy ékény ládácskát, bekente az gyantával és szurokkal, beletevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé. Már tudjuk ugye, hogy megtalálta a faraó leánya, és így kezdődött ennek az embernek az élete, a nevekedése, a felemelkedése, mindenféle szempontból. De azon gondolkodtam testvéreim, hogy mit érezhetett az az édesanyja, amikor csinálta ezt a ládácskát. Csak ennyit tudok adni ennek a gyermeknek? Szurok, ékény, veszők, oda viszem a veszélybe, Nílus vízére, a krokodilok közé. Nem írja le az ige, hogy mi játszódott le benne. És olyan sokszor a kedves édesanyázat könnyen, és szenvednek, és szeretnek, miközben vágják a szelet kenyeret, vagy készítik a szendvicset a gyermeknek. De Mózes édesanyja szeretettel és hittel tette, amit tett. Szeretettel, de hittel. És erre szeretném bíztatni a kedves testvéreket, édesanyákat és nagymamákat. Az a szolgálat, azt tegyük szeretettel, odaadóan és hittel. Nem telt el sok idő, amikor azt olvassuk az igében, hogy megtalálta a faraó leánya, és jött a Mózes testvére, leány testvére, hogy anya, kell egy nő, aki felneveli egy ideig a gyermeket, és majd aztán oda megy a palotába. Ennek az édesanyának milyen mosoly, milyen megkönnyebbülés, milyen győzelem lehetett ez a dolog. Nem tudom, hogy most még talán kicsik, vagy talán már tinik, vagy talán már kirepültek a gyermekek, hogy forrott kedves édesanya a gyékény ládácskát. Az imádsággal, a szeretettel, könnyekkel, szenvedéssel, de nagyon bátorítok mindenkit, hogy tegye hittel, tegyük hittel. Hittel, imádkozva, az Isten tud segíteni minden helyzetből. Amikor el van veszve a dolog, Isten akkor avatkozik be, és ezt a hívő ember nem felejti el, és ebben bízik, amikor kilátástalan a helyzet, akkor jön Isten. Amikor én gyenge vagyok, amikor én tehetetlen vagyok, amikor én tudatlan vagyok, akkor jön Isten, és akkor tudja megoldani a problémát. Tehát kívánom, hogy ezzel a hittel, ezzel a szeretettel szolgáljunk, és lássuk meg az életünkben minél hamarabb a munkánknak, a hitünknek az eredményét, a jutalmát, amit gyermekeinkben, unokáinkban láthatunk. A Jóisten segítsen erre minden édesanyát. Amen. Kérjük az énekkar szolgálatát. Az énekkar szolgálata után a gyermekek szolgálata, a sárgó iskolás szolgálata következik. Minden csoport együtt fogja szolgálni az Urat, és köszönjük az énekes.
és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Szívdobogásunk köszöntse őt, mint hallgalambrúgás, s énekünk, mint égbeszárnyaló orgonazúgás. Nincs szebb a boldog asszonyasznát, mint nézi gyermekét, s a ráragyog a tiszta szempár nem adná kincsekét. Nincs szebb a hű édesanyjánál, a csöndes halk fohásza felszáll, kitárul akkor fönn az ég, s a menny a földdel összeér, az égi üdv a földre ér. Ma néktek szól a boldog ének, ti drága, jó anyák, mint zengjük áldó Istenünknek a hála himnuszát. Szent béke, boldogság kísérjen titeket itt a földi létben, megáldom lábatok nyomát. Ma néktek nyílik a virág, ma rátok gondol a világ. Gyermek szívemet hála járja át, s köszöntök most minden nagymamát. Akik szeretve szolgálnak nekünk, megértő szívvel örülnek velünk. Minden örömünk megtiszerezik, s a bánatunk mind megfelezik. Áldja meg az Úr nemes szívüket, és jutalmazza meg szeretetüket. Thank you.
a világ, mondni végre lenne. Az ő szerető szívük nélkül biztos tönkre menne. Anya csak nő lehet, ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása a legszebb, a legnehezebb. A legnehezebb, hisz oly hivatás, mely nem enged szabadidőt, soha nem enged pihenőt, állandó szeretetet és odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép, mert csak ő ismeri a titkot, az anyai szív titkát. Az anyai szív kritikátlan, önzetlen és önfeláldozó. Az anyai szív minden megbocsát. Megbocsátja a hisztizést, könnyeket, közömbösséget, a hálátlanságot, vagy a kegyetlenséget is. Az anyai szeretet egy nagy fekete lyuk, amely elnyeli a bírálatot. Kérlek titeket, édesanyák, szeressük egymást. Minden dolgunk szeretetbe menjen végbe. Gyerekek, fogadjunk szót édesanyának. Hallgassunk az anyai intésre, mert jó tanulságot ad. Ne hagyjuk a eltanításait, mert maga megoltalmaz minket. Mi szép és mi gyönyörűséges, mikor együtt imádkoznak anyák és gyermekek. Egy nő érte el azt, hogy az anyák napját nemzeti ünnepén nyilvánítsák, és hogy utána néztem, ezt azért tette, hogy így emlékezzen az elhunyt édesanyjára. Ahogy észrevettem magamban, olyan sokszor csak akkor tudom értékelni a dolgaimat, amiután már nem találom őket, vagy nincsenek már meg. Ugye most anyák napja van, mindenki hálás az édesanyjáért. De mi van a hétköznapokkal? Mi van akkor, amikor engedetlenkedek, amikor feleselek, amikor veszekedek? Én eldöntöttem azt, és imádkozom azért, hogy ne pazaroljak el több időt arra, hogy veszekszek, hanem tudjak addig szeretni, és legyek addig hálás, ameddig lehet. Én szebb áldás és nagyobb áldás nem tudok mondani, amennyit az Isten ad. Ezért el szeretném mondani azokat az áldásokat, amelyeket az Isten szán az 5 Mózes 28. részében. Ha engedelmeskedsz Istened az örökké való szavának, akkor mindezek az áldások rád szállnak és beteljesednek rajtad. Áldott leszel városodban, áldott leszel szántóföldeden. Áldott lesz minden gyermeket, földet termése is, fáj gyümölcse. Áldott lesz éléskamrád és dagasztóteknő. Áldott leszel, amikor bejössz, és amikor kimész. Ha ellenség támad rád, szemed láttára veri meg őket az örökkévaló. Egy úton jönnek ellened, de százfele futnak előled. Áldást parancsol az örökkévaló mellé mindenben, amit teszel. Bizony megállt téged azon a földön, amelyet Istenünk az örökkévaló ad neked. Szent népévé készít fel az örökkévaló, ahogyan megesküdött, hogy tulajdon népévé legyél. Akkor majd követed parancsait, és útjain jársz. Megérti a föld minden népe, hogy az örökkévaló nevét viseled, ezért félnek és tisztelnek téged. Az örökkévaló áldása miatt bővölködsz majd minden jobban a földben. Amen. Yeah.
Nem keresi maga hasznát, nem gerjed haragja, nem rúja fel a rosszat.
Az anyai szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Az anyai szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent elhűl. Az anyai szeretet soha el nem múlik. Ugye ezt mindent Istentől kapták az édesanyák is ajándékba, és ahogy én tapasztaltam életem folyamán, úgy gondolom, hogy ezt azért adta, hogy azt az isteni szeretetet tudja nekem is megtanítani és átadni, és egymást így tudjuk továbbra is szeretni. Kiváltságnak tartom azt, hogy ezt megtapasztalhatom édesanyám által, és de még nagyobb kiváltságnak tartom azt, hogy örökké tartva ezt tapasztalhatjuk Istentől. Nekem ma az imádságom, és azt kívánom, és azt szeretném, hogy hadd sugározzon be a családunkba, emberi kapcsolatainkba és gyülekezetünkbe is. Lehet, hogy nem az ének, amit énekelni fog, nem külön az édesanyáknak szól, de fogadják nagyon sok szeretettel minden édesanyja és minden nagymama. Amen. Oh,
nagy örömömre szolgál, hogy itt állhatok. Néhány mondatban én is szeretném elmondani azt, hogy Isten hogyan szólt hozzám, és hogyan vezetett az élet nagy-nagy lépéseiben és eseményeiben, és arról is, hogy hogyan lehet meglátni az Istent a hétköznapokban, ahogyan egyik keresztény vers mondja, ugye, hogy ne várt, hogy megnyíljon a föld és elnyelje Sodomát, ugye, hanem a hétköznapok apró csodáiban lássuk meg az Istent. Tavaly nyáron voltam egy evangelizáción, ahol a mellettem ülő nénivel úgy szóba elegyedtünk, és beszélgetés közben megkérdeztem, hogy nem tudom, ugye nem ismertem senkit, és megkérdeztem, hogy hát a néni szereti az Úr Jézust. Jaj, hogy valahogy így ilyesmi, hogy Hitler tetszik el? Ó, kedves kém, én abban is születtem. Most ezt azért mondtam el, mert a megtérési bizony, az Isten elhívó szavát, és azoknak mondanám el, akik abban is születtek, akik magukról azt tudják elmondani, hogy hívő szülők nevelték, hogy az ige közelében voltak, és hogy velük minden rendben van. Most én nem ismerek senkit, ha nincs ilyen, akkor nincsen, de akkor is az Isten él. Ha pedig van, akkor adjon az Isten ebből ébredést. Ugyanis én nem hívő családba születtem, de az Isten ott levelt az ő lábainál, hogy hogyan nem, azt nem tudom, de egészen pici kortól nagyon-nagyon szerettem a vasárnapi iskolában jelen lenni. Én ki nem hagytam volna egy alkalmat se, amikor már oda cseperedtem, hogy el tudtam egyedül is járni. Soha nem hagytam volna ki egyetlen alkalmat sem. Emlékszem a konfirmációi órákra, hát a két év alatt egyetlen egyszer hagytam ki egyet is, mert 42 fokos lázban voltam otthon, de hát az nekem nagyon rosszul esett. Így szerettem ülni, ahol a testvér mindig a legelső padba, hogy mindent halljak, mindent tudjak. És úgy alapjában véve jó gyerek voltam. Biztos én is feleseltem, meg néha-néha, de úgy nem volt panasza a szüleinkkel. El is mondják a gyerekeim, mikor édesanyám mesél, hogy igen, tudjuk, édesanyja az egy minta gyerek volt. Igen ám, csak tényleg így ismertek az osztálytársaim, a környezetem, hogy na aztán te jó gyerek vagy. És igyekeztem így viselkedni is, az ige szerint is, csak éppenséggel én tudtam azt, hogy nem vagyok jó helyen. Csak éppenséggel én tudtam azt, hogy milyen gondolatok vannak bennem, milyen vágyak, amiket elfojtok. Ugye azt tudnám mondani, hogy Isten formált, mint az embert, amikor megformálja a föld korából, mindent megadott, megadta a környezetet, megadta a Biblia ismeretet, elkezdtem ugye az ifibe is járni, sőt, mondjam azt, hogy élenjáró if is voltam, még felkértek bibliakör vezetésére is, és én mindezt megtettem, de csak én tudtam azt, hogy velem nincs minden rendben. Hogy mindaz, ami van, az csak egy külső forma valahogy, nincs benne élet. Én mindent megtettem emberi erőből, de nem volt benne élet. És egy alkalommal, amikor elmentünk az ifivel táborba, egy reggeli csendességben az ige volt, hogy menj be a te belső szobádba, mert ugye a te atyád mindent lát, mindent tud rólad. Hogy miről szólt az a reggeli állított, én nem tudom, csak akkor tört össze az Úr, és akkor lehet belém lelket, és lett életté az, amit ismertem, amit tudtam, amit magamba szívtam, és változott meg minden, kívülre szinte semmi. De belülről igen, mert akkor hozott át Isten az ellenség táborából, az ő táborába, mert addig hiába voltam hívő környezetben, hiába ismertem az igét, hiába beszéltem másoknak az igéről, volt segítőkész életem, mégsem voltam az Úré, nem voltam az ő táborában, nem voltam vele kibékülve, és az Isten akkor adott nekem kegyelmet, és akkor vált életté az ige. És ezt nem tudom elmondani, mert nem érzés volt, de addig is olvastam a Szentírást, de mondhatnám azt, hogy holt betűnek. Akkor szinte megelevenedett bennem minden is. És valóban ez nagyszerű dolog volt.
így szólt hozzám az Isten is, és formált meg is adott életet. Aztán, amikor ugye tovább ment az életem, és ott volt a nagy kérdés, Uram, hogy a pályaválasztás mi legyen, én gyógyszerész akartam lenni, a reál tantárgyakat szerettem, matek, kémia, még egyszer körülményeket nem mesélem, de nem a kérdés, hogy hát mennyi teológia ér, hát én biztos, hogy nem, ugye. Testvérek már tudják, hogy református után ez nem probléma, hogy női teológia, szó se lehet róla, Uram. Most elnézést, nem szerettem az irodalmat, nem értettem hozzá, hát ott meg csupa elmélet minden, abból kell majd felvételizni, és ez ott volt már a 12. elején, és harcoltam az Úr ellen, és azt mondtam, hogy szó se lehet róla, hát ezt nem kérhetett tőlem, Uram. De az Isten nem hagyott nekem békén, hogy miért nem tudom. És amikor egyszer szó szerint hadakoztam az Úrral, azt mondom, hogy nem megyek oda, én ezt nem tudom. És egy reggel, amikor nem bírtam ezt a bizonytalanságot, akkor leborultam Isten elé, és sírva kértem, hogy Uram, mondj valamit, hát én nem akarok veled szembe menni, de a bizonytalanba se akarok menni, hát azért ez egy felelősség dolog, felvételéről nem is beszélve, szerintem be se jutok, és akkor úgy sorba olvastam a Szentírást, nem tudtam, hogy aznap melyik rész következik, és amikor kinyitottam, hogy elolvassam a napi igét reggel a csendességembe, akkor a 2 Mózes 19-ből volt az az ige szakasz, hogy is lesztek nekem papok nemzetsége szent nép. Hát én azt mondtam, Uram, te tudod. Bezártam a Bibliát, és azt mondom, hogy a te kezedben van, és attól kezdve elkezdtem erre készülni, és hogy mennyire az Úr kegyelme volt az, hogy tőle volt, onnan is láttam, hogy alattam hozták el a vonalat. Tehát nekem ez így volt be erősítés, hogy ezt az Isten akarta. Hogy miért nem? Azért, hogy neki szolgálhassak. Mert amikor a kolléganők, ugye a lelkésztársak között előjött ugye a női lelkészség témája, hát és jöttek fölém, tehát hogy én ezt ugye megértettem, hogy annyi, mintha nem olvastam volna a Szentírásba, de nem mert bele, és jöttek, hogy hát akkor mi van az elhívásodtal? Hát akkor hazudott az Isten, hát és akkor jó volt mondani testvérek, hogy engem nem egyház hívott, nem egy bizonyos feladatra hívott, hanem a papok nemzetség, a szent nép közé lenni, és az Úrnak szolgálni, az mindenütt lehet. És így értettem meg, amikor ugye a párom mellé, tehát egy lelkész mellé állított, hogy lehessek neki, talán ilyen téren is segítőtárs, akár a gyerekmunkában, az asszonyokkal való szolgálatban, a lelki gondozásban, és ez egy nagy áldás volt. És az, amit tanulhattam, amivel az Isten bejegni, azt nem tudták elvenni. És így tudtam örömmel szolgálni, és elmondani a lelkész nő társaimnak, hogy az Úrnak való szolgálat nem egy papi szószékig tart, hanem sírik az örök életig. Sőt, még utána is, ugye, mert ott aztán mindjárt együtt magasztaljuk és őt dicsőítjük. Tehát ezt így volt jó megérteni, hogy az Úrnak van szüksége rám, és így szolgál. Aztán jött a nagy lépés, amiről megint a párom is szólt, ugye a házasságkötés. Amikor őt megismertem a teológián, és ugye ott álltam az Isten előtt, hogy Uram, hát mi legyen, azért elmenél, egyke vagyok, késői szülők, illetve késői gyerek a szülőknek, 10 évre lettem házasságok után, ugye féltettek, már idősödnek is, és hát amikor édesanyám megtudta, hogy ugye van, megjött a nagy ő, és hogy az nem Erdélyi, és Kárpátalja, ugye akkor benne rögtön előjöttek a háborús emlékek, ugye az oroszok, akik ezt átérték, tudták, benne minden összeomlott, és akkor azt mondta, hogy hát válasz, vagy ő, vagy mi. Hát hogy lehet választani? Nem is lehetem csak egy hete, még egy hete sem, mert hát valamennyit, tehát illetve beszélgettünk, de hogy ki az, mi az, és őszinte vagyok, olyan hedden a szerelem, hogy azt mondom, hogy nem érdekel semmi minden. Hát nyilván, hogy a szívemben mozgott valami, de még ezt sem mondtam, hogy annyira vezet. Hát Uram, hát szólj valami, mi legyen. És bár reggel elolvastam az igét, nem emlékeztem, hogy mit szólt az Úr, és amikor azt mondta édesanyám, hogy na, akkor most válasz, hogy vagy ő, vagy mi, hát mit tudtam volna tenni.
megint oda menekültem az úr elé, és kérdeztem uram, hogy légy szíves, szólj még egyszer, mit is mondtál a reggel? Nem emlékeztem, és kinyitottam újra a vezérfonalat, ami szerint olvastam az igét is, akkor csak ennyi volt egy mondat, hogy ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencsésítette az én utamat, amikor ugye Ábrahám elküldi az ő szolgáját. Értettem, uram. Hát majd a többit meg. És ebben az igében nagyon bele kellett kapaszkodni. És ezért volt nagyon jó, hogy az Isten pecsételte be, hogy tőle volt. Azt se tudtam, hol van Kárpátalja. Fogalmam se volt a térképen se. Nem jártam életembe ott. Jöttek a teológus társak, hogy hú, tudod te, hova mész? Nincs víz, nincs villany, körülmények azok negatívak, stb. Hát mondtam, hogy figyeljetek, most ezt mondja az Úr, most ha mehetnék az Isten nélkül egy gazdag Svájcba is, aztán nem lenne áldás, mehetek az Úrral egy szegény Kárpátaljára is, ha ő velem van, meg ő küld. Ez úgy jó volt ezt elmondani, igen ám, de amikor esküvő előtt egy héttel hívogatni mentünk, és én átléptem a határt, hát akkor döbbentem meg. Most az a három év körülbelül, ugye, tehát 90-től 93-ig ugye elindult a gazdaság, fellendült az ország, ugye kezdtük elfelejteni a Ceausescu időbeli szegénységet, az üres polcokat, üzleteket, stb. A kopott utcákat, és amikor én oda átmentem, akkor ugyanezzel találkoztam. Hova jöttem? Hú, hát már ciki azt mondani, amelyik jókat küldjük, hogy nagy drágám, hát én ide nem jövök. És akkor volt jó elővenni, hogy mit mondott az Isten? Az, hogy szerencsésé teszi az én utamat. És ebben volt jó belekapaszkodni, hogy uram, én nem tudom, hogy teszed, egyet lát a szem, másat ígért a te igéd, és valóban így volt nagyon hálás az én szívem, mert így vezetett végig, hogy hogyan nem, fogalmam sincs, de azt tapasztaltam, hogy valóban szerencsésítette. A lelkiekben, ahogyan vezetett közelebb és közelebb. A munkánkban, az anyagiakban, hogy nem nélkülöztünk is. És valóban elmondhatom, hogy egy igen szerencsés ember vagyok. Akár úgy, ahogyan az Isten hordoz hétköznapokban, akár úgy, ahogyan a családommal megajándékozott a férjemmel, a gyönyörült gyermekemmel, áldom ért az Urat. És ezt jó volt tudni. De olyan jó volt azt megtapasztalni, és így ezzel igyekszem befejezni, nem hozom a testvérek ideig sem, az, hogy az Isten a hétköznapokban is hogyan szól. És ugye ezt szeretném a testvéreknek itt hagyni, hogy amikor azt mondja a századik Zsoltán, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, vagy amikor azt mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, úgy azt kívánom a testvéreknek, hogy ezt örömmel tudják tenni, szívből. Mert amikor Jézus mondja, hogy ti vagytok a föld sója, és ha a só az kedvetlen, ha az nyögben nyelősen teszi, semmit nem ér. Lehet, hogy fáradozunk, de ha nem szívből tesszük, akkor nem tudja megáldani az Isten. És ha valamelyik testvér úgy érzi az életében, úgy látja, hogy nincs ott az Isten áldása, hogy én nem talál benne örömöt, akkor vizsgálja meg a szívét, hogy miért. Mert az Istennek nem kell a mi kényszeredett szolgálatunk. Bármilyen drága is legyen az. És egy nagyon egyszerű dologban hadd mondjam el, hogy hogyan tapasztaltam meg azt, hogy az Isten így megajándékozta azt, hogy én szívből adtam valamit neki. Nagyon szeretem a virágokat. Nagyon-nagyon. Lehet, hogy egy túlságosan is. És úgy az van, hogy a kertem felé is telem a virágokkal, mert az van, hogy hát nyáron ne kelljen ezért pénzt adni, valóban ott legyen az Úr előtt. Ezért nevelem őket az urasztalára. És télen vettem egy amarilisz hagymát, ami nem volt olcsó, de úgy volt benne, hogy egyszer már volt nekem, de nem sikerült. Hánykor ott, de mi gyönyörű lenne hófehér amarilisz, hát az annyira szépen mutatott, és ott volt bennem, hogy hát ez az úrasztalán milyen gyönyörűen mutatna egy csokorba, hát ezt meg kellem venni. De ott volt a félelem, és mi van, ha nem sikerült. Előtettem, bizonyos ideig semmi nem történik. Na uram, hát te tudod. Ez ott van, ez neked egy számba. Amikor, ugye hát van olyan is, hogy a leveleket hajtja, és majd virágot ki tudja, amikor. Egyszer csak észreveszem, hogy megjelenik egy kis bimbó.
és az növekszik, és növekszik, és gyönyörűen ugye kihajt a semmi levél, csak jön a virág, hát megőrültem, hát mégis uram. És amikor kinyílt, akkor virágos állapra nem nyílt ki, csak húsvétre, és megőrültem, hogy de gyönyörű. De rögtön jött a kísért, azt ilyen gyönyörű, én még nem láttam életemben, de nagyon szép volt. És akkor most elvinni, ugye az urasztalára meg volt már a csokor addigra, de hát azért még van néhány ablak, még lehet az egyikben a meccset. Hát ez oda a másik ablakba. Nem sajnálnám, hát tőlem. Jött a kísértő, de hát akkor én legalábbis úgy ismerem, hogy az Amarisz még egy fél évig, azt most nem fog sehova nőni, nem lesz ő virág, de el is mész, még haza sem viszheted, hogy gyönyörködj benne, és jött ez a magammal való harc. A vigyen cserepestől, hát ez hogy néz ki ott. Ott nem, mert nem így van kialakadva, tehát oda nem lehet. Vettem az ódot is, levágtam, és úgy volt benne, itt harcolok, hát ez úgy indult, hogy ezt az ódnak vetted. Elvittem a gyülekezetbe, és tényleg nagyon szép volt, és örült a szívem, hogy oda tudtam adni, és nem sajnáltam. Aztán eltelt egy hét, én elutaztam, akkor hazajöttem egy hét múlva, arra számítottam, hogy elhervált. Dehogy is, még volt egy bimbolya, még az is gyönyörűen kihajtott, és nagyon hálás voltam, hogy a következő vasárnap is ott lehet az úrházába. És ami drága volt testvérek az, hogy az Isten valóban látta az én szívem háláját, és az, hogy örömmel adtam, és nem sajnáltam. Ez mondom, hogy a hétköznap, mikor én hazamentem a második vasárnap után, valahogy véletlenül ránéztem a cserépre, amiben volt ez az amarilisz, és testvérek azt láttam, hogy egy ekkora új bimbó van. Nekem ez úgy volt válasz, hogy számomra ez akkora csoda volt, hogy az Isten adott véget. Mert látod a szívemet, hogy ezt örömmel tettem, nem sajnáltam. Most lehet, hogy ez van más, én nem tapasztaltam. Tehát számomra ez egy igazi csoda volt, és egy válasz, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáld az Isten. Most testvérek, így tudjuk adni az Úrnak, mert ő meg tudja állni. Áldott legyen. Így tehetek, hogy elmondhattam, és valóban legyünk a Föld sójává, akik be tudják mutatni azt, hogy az Úrnak való szolgálat jó és öröm, mert ő szerető és adakozó Isten.
szolgálatába hallottuk, hogy köszöntik azokat, és kérik az atyát, hogy áldja meg azokat, akik a mennybe készülnek, hogy mind ott legyenek. Én is szeretném köszönteni így a testvéreket, hogy szeretettel köszöntöm azokat, akikkel együtt leszek majd a mennyországba, akikkel együtt dicsőítjük majd ott is a bárányt, és amikor az életem formálódásáról volt egyszer szó, hogy hogyan is formálja az Úr az ember életét, és azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, akkor hozta elém Isten azt a gondolatot, hogy tulajdonképpen mi ebben a földi életben bármilyen nehézség érjen is minket, bárányokkel maradjunk, és ha bárányokkel maradjunk, akkor ugye magam életére nézek, és azt mondom, Uram, még nem is vagyok az. Akkor hogy kell az maradjak? Akkor kérlek, hogy a mennyei bárány költözzön be a szívembe, mert ha ő él bennem, akkor lehetek én minden körülmények között bárányjá, és amikor jönnek a testvérek részéről a figyelmeztetések, jönnek a testvérek részéről esetleg a megjegyzések, akkor kellett látnom, hogy hoppá, egy-egy figyelmeztetésre, egy-egy megjegyzésre nem mindig úgy reagálok, ahogy az én Uramnak tetszene. És akkor azt mondtam, hogy a gyülekezeti élet az nem más a hívő ember számára, amikor a testvéri közösség együtt van, mint egy mennyasszony öltöztetés. A gyülekezeti élet az, amikor a mi Urunk elhoz minket ide az ő színe elé, és egyik testvér figyelmezteti a másikat. Beszél az ige különböző intésekről. Van, amikor arról az intésről beszél, hogy intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel. Amikor erről az intésről beszél, nem tudom, hogy szoktátok-e egymást így inteni. Zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel így inteni nem lehet. Akkor az ige arról beszél, hogy intsétek egymást zsoltárokkal, hogy gyere testvér is kövesd az Urat, intsétek egymást dicséretekkel és lelkiénekekkel, intsetek egymásnak, hogy gyertek. Megvan-e ez az intés, ez a buzdítása Jézus Krisztus drága véren megváltott gyermekének, hogy intetek egymásnak, hogy gyere testvér, kövessük együtt az Urat. Intek, hogy legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusnak. Most nekik itt összegyűltünk. Hányan vannak itt, akiknek intettél? Gyere velem a mennyei bárány elé, hogy öltöztessen és formáljon minket. Aztán beszél az ige más intésről is, ami fenyíték. De azt is azért, hogy a mennyasszony formálódjon. Van, amikor azt mondja, hogy valakit a gyülekezeten kívülre kell zárni, mint egy kisgyereket, amikor a gyülekezeten kívülre, vagy az otthonán kívülre zárnak, akkor egy gyereket, amikor én azt mondom, hogy gyermekem, a kisajtón kívül a helyed, itt nem lakhatsz, velünk nem élhetsz, kizárom a világba, akkor az a gyermek ott fog zörgetni, és ott fog kopogtatni, hogy nem fogom ezt a rosszat ismét elkövetni, nem fogok többé így viselkedni, kérem édesapa, tessék engem visszafogadni. Mert az a gyermek tudja, hogy belül van az otthona, és ő a világba kiszolgáltatott és elveszett. És vágyik, kérezkedik vissza az ő otthonába. Van, amikor azt mondja, hogy így intsétek azt, aki a gyülekezetnek a tagja, akinek a gyülekezet valóban az otthona, mert azt mondja, hallom az én atyám hangját, élvezem az én atyám jelenlétét, áldását és védelmét, én itt akarok lakni. De drága dolog, ha lehet a testvéreket, szükség esetén így inteni, hogy azt mondom, ha így viselkedsz, akkor az ajtón kívül lesz a helyed. És ez intő, fenyítő szóvá bír növekedni a mi életünkbe, én nem akarok az ajtón kívül lenni. Mert én tudom, hogy az ajtón belül jelent meg Jézus Krisztus, a zárt ajtók mögött is mondta azt, hogy békesség néktek. Nem azt mondta, hogy kinn a világba, kidobva a közösségből, elszakítva a nyájtól, békesség néked. Hanem azt mondja, hogy a nyájon belül békesség néktek.
testvérek, szeretném azokat köszönteni, akik a mi urunknak, azok a menyasszonyai, akiket amikor öltöztetnek, akár ezzel az intéssel, akár ezzel az intéssel, akkor soha nem harapnak. Te tudjátok, amikor a bárány harap, amikor egy menyasszonyt öltöztetnek, és azt mondja, hogy hagyj békén, mi között hozzá, mit buzdítasz, vagy mit fenyítesz, mint integetsz engem, akkor azt kell mondani, hogy te benned még nem Jézus Krisztus lakik, mert egy menyasszony az örül annak, ha őt az ő vőlegénye számára szépítik. Olyan jó lenne, ha örülnétek, és vidámak, boldogok lennétek mindig az Úr házába, mert ti jöttök a mennyei bárány számára, a mennyei vőlegényetek számára szépülni. És én így szeretném köszönteni az édesanyákat, hogy az édesanyák legyenek egyre szebbek, hogy az ő mennyei vőlegényük gyönyörködhessen bennük. Mi ide nem másért jövünk, testvérek, mint ünnepelni alkalomról alkalomra Jézus Krisztus győzelmét. Azt mondja az ige, hogy a mennyei atya kiküldi az ő szolgáit, és azt mondja, menjetek, és mondjátok el a hivatalosaknak, hogy immár minden kész, és jöjjenek a mennyegzőre. Aztán azt mondja, kiküld a keresztutakra, mindenhová a kerítések alá, hogy menjetek és hívjatok mindenkit, hogy jöjjenek a mennyegzőre. Ugye úgy jöttünk most ide, vasárnap délután, hogy mi jövünk a mennyegzőre. És a mennyegzőre nem koszorúkkal jövünk. Nem gyászos hangulatba jövünk, hanem a mennyegzőre örömmel jövünk és ünnepelni jövünk. Na így egy mennyegzőn vagyunk együtt, ahol találkozhatunk a keskeny út vándoraival. Most még akik itt vagyunk, mindnyájan láthatjuk egymást, inthetjük különböző formába egymást, köszönhetjük egymást, gyermek az édesanyát, férje a feleségét, vagy különböző korosztály köszöntheti egymást, de a keskeny út vándorai, azok tudjuk, hogy erről a pályáról egyszer le kell szállni, mert a halál az nem azt viszi, aki koros, hanem azt, aki soros. És tudjátok, amikor a sorosokért jönnek, akkor a fiatal nem bízhatja el magát. És az idős sem mondhatja azt, hogy én következem, és én vagyok a soron. A felolvasott kis történet arról szól, hogy volt valaki, aki oda szentelte az életét az Úrnak, egy proféta tanítvány, aki azt mondja, az Úrnak élek, aki kapott Istentől egy társat, egy feleséget, és éltek együtt az Úrnak, és egyszer csak az Úr ebből a családból, amiket gyermekekkel is megajándékozott, a családfőt kiemelte. És neki menni kellett. Mert a keskeny út vándorai, azok találkoznak egymással egy ideig, aztán el kell egymástól búcsúzzanak. Az egyik idős faluvégi nénit, aki a község szélén lakott, a falu szélén lakott, megkereste a család látogatás alkalmával a pásztor. És hogy megkereste, megkérdezte tőle, hogy nem tetszik-e így egyedül unatkozni? Milyen így élne a minden napjait, hogy teljesen egyedül tetszik lenni, senkivel, se kicsi, se nagy, se fiatal, se idős, hanem minden napok monoton egyedülsége, egyedül való volta. És azt mondta, hogy tetszik tudni, sok vendégem volt nekem. Vendégem volt nekem az ifjúság. Több éven át. Évtizedekig vendégem volt, és egyszer csak tükörben néztem, és elköltözött. Azt kellett látnom, hogy megöregettem. Vendégem volt az erő. És volt egy alkalom, amikor a munkához láttam, és azt éreztem, hogy fáradok. Azt éreztem, hogy valami már nem nekem való, és nem bírom elvégezni. És elköltözött ez a vendég is. Az erő is elment. Aztán elmondta, hogy több mint 40 éven át vendégem volt a férjem. De ő is, ez a vendég is elment. Aztán volt még három vendégem, a gyermekeim, közülük egy a jóatyához költözött, ő ott él
a mennybe, a másik kettő pedig elmondta, hogy hová költöztek. Elég távolra az otthontól. Egy vendégem van, aki soha nem hagy magamra. Jézus Krisztus. Ő nem költözött el az ifjúságom idején sem, beköltözött a szívembe, az erő idején sem, amikor az erő ment, Jézus Krisztus maradt, amikor a párom ment, Jézus Krisztus maradt, amikor a gyermekem költözött, ki merre, Jézus Krisztus maradt. Édesanyák, ez a drága vendég, Jézus Krisztus maradjon mindig veletek. Legyen ő életetek erősítője. Mert vannak vendégeitek, akik jönnek, meg mennek, akik egy ideig veletek vannak, mert egy ideig veletek voltak a csecsemőitek. Egy ideig veletek volt az erő is, lehet veletek volt az ifjúság is, lehet veletek volt a testi szépség is, lehet veletek voltak társaitok, és lehet, hogy nagyon sok vendég mára már elköltözött, és majd úgy vagy itt, hogy fájdalommal kell körülnéz, és azt kéri valaki tőled, hogy milyen volt az anyák napja, nem volt unalmas, nem voltál magányos, és el tudod mondani, hogy Jézus Krisztus drága vendégem volt, és ő nem költözött el, nem hagyott magamra. Ebben a földi életben vannak belépések, és vannak kilépések. A napokban beszélgettem az egyik fiatalemberrel, mert hosszan imádkoztam azért, hogy Uram, kell-e mennem ez a fiatalemberhez, vagy sem. Egy 31 néhány éves fiú, 32 éves fiatalember, és úgy vezetett az Úr, hogy eredj el Viktor hozzá. És kértem az Urat, hogy készítse az utat, és nyissa előttem az ajtót, ha ez valóban jól értem őt, és tőle van, és bejutottam ehhez a nagyon súlyos beteg fiatalemberhez, aki úgy imádkozik, hogy Uram, én már mennék haza, egy rákos, gyógyíthatatlan, kezelhetetlen beteg, aki azt mondja, hogy én már mennék haza, de Uram, nem viszel. És ott sír a felesége az ágya mellett, és a gyerek az oviba van, az fel sem fogja még az egészet, hogy miben van édesapa, és azt mondja, hogy én mennék, de még nem visznek. És arról kellett beszéljünk, hogy Nehémiás, amikor indulni akar egy nagy útra, akkor úgy áll kéréssel az Úr előtt, hogy Atyám, vallást teszek az én vétkeimről, vétkeztem én, és vétkezett az én atyám háza népe. És elmondtam, hogy tudod, mindent le kell rendezni, odavinni a kereszt alá, arra a drága helyre, ahon éretted fizettek, ahol a szeretteid által elkövetett vétkekér is fizettek, hogy te teljesen megmosott légy a bárány vérébe, és ha ezt mind oda viszed, és rendeződik a rendezni való, amivel nem lehet menni a mennyei vőlegény asztalához, akkor majd az Úr szól, és neked menni kell. Valamit még itt kell hagynod, és úgy menned, mint felkészített mennyasszonya a mennyei vőlegénynek. És ahogy együtt voltunk a családnál, már elmondtam ezt a drága kis történetet, ami úgy megragadta a szívemet, testvérek, amikor az egyik farmer család azt tapasztalta, kínléve a farmon, körültekint magán, hogy itt baj van, végünk lesz, mert felfedezték a bozó tüzet, ami körülvette az egész farmot, és közeledik a tűzgyűrű, jön a tűz, a harag, az ítélet, és ez el fog minket pusztítani, úgy zárta körül őket, hogy látták, nincs menekvés. Ebből nem menekülünk meg. És azt mondta valaki közülük, hogy tudjátok mit, én csak egy megoldást látok. Gyorsan, ami itt van körülöttünk, a közvetlen környezetünkbe, ez a bozót, ezt szedjük össze, minden, ami éghető, égessük el, hogy a tűz csak addig jöjjön, ameddig mi összeszedtük és elégettük az égnivalót, és odálljunk arra a helyre, ahol a tűz már leégett. És a tűzgyűrű akkor nem fog minket bántani, csak így maradhatunk meg, ha leégetjük azt, ami közvetlen itt van a környezetünkben. És tudjátok, olyan drága volt számomra ez a történet, hogy mind az,
aki szeretné édesanyaként a gyermekét megmenteni. Mindaz, aki édesanyaként szeretne megmenekülni. Minden gyerek, aki szeretne egy igazán szeretőszívű édesanyának örömet szerezni, hogy az én édesanyám, akinek a szívébe az Úr Jézus ott él. Mindenki, aki igazán szeret, az csak egyet tehet. Meneküljön oda, és menekítsen oda mindenkit, ahol az Isten haragjának a tüze már pusztított. A Golgotára. A kereszt alá. Mert egy olyan drága dolog oda menekülni, testvérek, ahol az Isten haragja már pusztított, ahol ez a tűz már égetett, mert téged az utolsó ítélet tüze, téged az Isten haragja már nem fog bántani, nem fog égetni, mert a Golgotán vagy, ahol Jézus Krisztusra az Isten haragja rázudult, ahol az Isten haragja már elvégezte a maga munkáját, és te oda menekülhetsz. Édesanyák, mentsétek oda gyermekeiteket. Akik még nem vagytok azon a helyen, ahol tudjátok, hogy az Isten haragja már ti érettetek, kiöntetett, akik még Jézus Krisztust nem ismeritek, és nem életetek és szívetek ura, meneküljetek erre a helyre. Ez az egyetlen hely, ahol menedéket és oltalmat lehet találni. De tudjátok, a mennyegzőre nem lehet akárhogy készülni, és nem lehet akárhogy majd a mennyországba megérkezni. Az igébe azt olvastuk, hogy a próféta tanítvány az meghalt. Hogy lehet az, hogy valaki az Úrnak elkötelezi az életét, odaadja, és egy odaszánt elkötelezett élet az félúton hajótörés szenved, és egy családból, ahol nehézségek, anyagi szükségletek is vannak, Isten egy édesapát csak úgy kiemel, és ott marad egy könnyező özvegy két kiszolgáltatott gyerekkel. Igen, van, akik ezt a kérdést felteszik, hogy hogy lehet ez. Az egyik lelkipásztor, Szabó Aladár, amikor a felesége beteg volt, imádkozott a feleségéért, könyörgött, és elmondta az Úrnak, Uram, kérlek, gyógyítsd meg. Kérlek, mentsd meg az én feleségemet, mert szükségem van rá. Szeretném, hogy mellettem maradjon, és mint segítőtárs támogasson engem tovább a szolgálatba. És ez a feleség meghalt, rövid időn belül. És kiállt a lelkipásztor a gyülekezet elé, a feleségének a temetése után, levette a palástját, összehajtotta, és azt mondta, nem így beszéltük meg az Úristennel. Befejeztem a pásztori szolgálatot. Tudjátok, lehet így lázadni is. Lehet így is gondolkodni, hogy nem így beszéltük meg az Úristennel, hanem másként. Mi diktálunk fölfelé, és nem felülről vezetnek és irányítanak minket. Olyan jó az igéből azt látni, hogy velünk nem erre a földi életre kötnek, testvérek, szerződést. Akik Jézus Krisztus Golgotai keresztje alá menekültek, akiket ez a drága vér megmosott, azok tudják, hogy velünk drága szerződést kötöttek, azt mondta mi mennyei atyánk, hogy az én kezemből senki titeket ki nem ragadhat. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy én úgy váltottalak és vásároltalak meg titeket, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és ő erővel és hatalommal őriz minket az üdvösségre. Azt mondja a Jelenések könyvébe a gyülekezetnek, hogy szenvedésetek lesz rövid ideig, mint egy 10 napig. És a szenvedés után vannak közületek, akiknek haza kell költözni. Mert nem azt ígérte meg, hogy ebben a földi életben lesz mindig kék ég és ragyogó napsugár, hanem azt mondta, senki nem fog az én kezemből kirakadni. Nem mindig jössz az oroszlánok verméből. És nem mindig járkálsz úgy a tűzbe, hogy annak füstje nem jár át téged. Ezt látjuk a felolvasott igében, hogy nem erre az életre kötöttek velük szerződést, hanem az örök életre. Testvérek, valaki, itt azt mondja az ige, kész volt a hallására. Kész volt annak a meghallására, hogy Uram, mire is kötöttél velem szerződést? Szolgálj nekem. Így volt ez az édesapa, próféta tanítvány, kész volt az atya hallására. Átvette az üzenetet, és kész volt az üzenetet továbbadni. Valaki,
kész volt ez az édesapa egy megelégedett életre. Mert tudjátok, a proféta tanítványok azok nem úgy éltek, hogy átvették az Úrtól az üzenetet, meg közben duskáltak a földi kincsekbe és javakba, hanem átadták az életüket erre a szolgálatra, és végig adományokból éltek. Ezek a proféták családjaikkal együtt, mint egy közösségben éltek, proféta tanítványok tábora együtt, így megy Elizeushoz ez az özvegy, az én férjem meghalt, és én itt maradtam ebben a proféták táborában, két gyerekemmel együtt, és jön a hitelező, el akarja vinni gyermekemet rabszolgának. Itt volt egy férj, volt egy feleség, akik így álltak az Úr előtt, mint Istentől rendelt házastárs, akit egybe szerkesztett a jóatya, hogy mi készek vagyunk erre a szolgálatra ráfigyelni, és abból élni, és annyiból élni, amit ő, ami számunkra kirendel. Ez az édesapa kész volt erre a megelégedett életre. Oda bízta az életét, és családja életét az Úr kezébe. Szeretném köszönteni azokat az édesanyákat, akik így jó helyre vetették ki hitük horgonyát, és oda bízták életüket és gyermekeik életét az Isten kezébe. Akik a gyermekeiknek a mennyei jövendőért küzdenek, és nem a földi jólétért, amit a mi mennyei atyánk nem ígért meg. Azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, azt ígérte, hogy elég minden napnak a maga terhe, azt ígérte és arra tanított, hogy imádkozzatok úgy, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, azt mondta, hogy nem lesz se fészek, se barlang, de én veled leszek, és nem hagylak el téged, és nem távozom el tőled, ó, de drága dolog. Felkészíteni arra, édesanyák, a mi gyermekünket, hogy ők az úréi legyenek, vele vándoroljanak, mutassuk be a bárányt, és kérjük a jó atyát, hogy könyörüljön a szívükön, hogy akit én bemutatok, azt ők megszeressék. Legyen Jézus Krisztus az ő mennyei drága vőlegényük. Jó helyre kivetni hitet horgonyát. Mi az, amit szeretnél a gyermekednek? Mindig kékeget? Virágos ösvényeket? Vagy örök életet? Köszöntöm azokat az édesanyákat, akik jó helyre vetették ki hitük horgonyát, akiknek telő és nem fogyó éveik vannak. Akik az eredményt az engedelmességben és nem a látványosságban mérik. Tudjátok, mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy az eredményeket abba mérjük, hogy anyagilag hogy gyarapodtam, az eredményeket abba mérjük, hogy egy-egy látványos munkáról, szolgálatról bizonyságot tegyek és kiálljak, hogy nézzétek, milyen szép a lakásom, nézzétek, milyen eredményes a bizonyságtételem, nézzétek, hány megtérő jön utánam, nézzétek, hányat merítettem be, nézzétek, nézzétek. Szeretünk a látványos dolgokkal előállni és bizonyságot tenni. Szeretném azokat köszönteni, akik az eredményt az engedelmességben mérik. Akik hálásak azért, hogy engedelmeskedhetnek az ő uruknak. Akik tudnak, mint Keresztelő János, engedni, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alábszállnom. Azt mondja János, hogy az én örömöm az, hogy Jézus Krisztus megérkezett, és minél többen őt követik. Oda mennek a tanítványok, és azt mondják, hogy mi lesz velünk? Akiről te bizonyságot tettél, mindenki őt követi. És azt mondja János, az én örömöm most lett teljessé. Nekem alábszállnom kell, neki pedig növekedni. Az én engedelmes vagyok. El tudom engedni a sikert. El tudom engedni azt, ami eddig az enyém volt. Az engedelmességben növekedni. Amikor tudtam, atyám, engedelmeskedni neked, és lehet ezt mások nem látják. Lehet ez nem olyan látványos. Lehet, hogy csak engedelmeskedni kellett ott belül, mert jött a kísértő és piszkálta a gondolataidat. Jött a tisztátalan kívánságokkal, és nem tovább kellett görgetni az egeret, hanem kikapcsolni a számítógépet. Elhagyni azt az oldalt, és engedelmeskedni kellett. Lehet, hogy engedelmeskedni kellett abba, hogy nem a gyerekednek adsz igazat, hanem Jézus Krisztusnak. És azt mondta, hogy nem gyermekem. Egyszer neki kell engedelmeskedni, ő van az első helyen, és amit kérsz, az helytelen, az bűn. És én nem engedhetem meg neked azt,
hogy a kísértő játszon veled és menj az ő táborába. Menj és légy az ő csalija, belesétálj az ő csapdájába. Boldog az az édesanya, aki az Úrnak tud engedelmeskedni, és a neki való engedelmességben növekszik, és megy beljebb is beljebb. Az édesanyák életéről egy néhány gondolatot elém hozott a lélek, hogy a szép édesanyák. Hogy néznek ki az édesanyák, akik szépek? Hol van az édesanyák helye? Olyan jó ebben a kis történetben azt olvasni, hogy az igazi édesanyák helye ebben a mennyei párosításban van, amiről így beszél az Úr, hogy én szerzek a férfiúnak segítő társat, hozzáillőt. Boldogok azok az édesanyák, akiket Isten egy olyan házasságba hordozhat, ahol ők a férjeik mellé illő segítőtársak. Boldog annak az édesanyának az élete, aki átélheti a mennyei egybeszerkesztés örömét. Boldog vagyok, mert ő szerkesztett minket egybe. Boldog annak az édesanyának az élete, aki átélheti a formálódás szépségét. Úgy vagyok benne egy házasságba, hogy én a férjemnek egy jó munkába vagyok segítőtársa, és közben én is formálódom. Hogy egyre alkalmasabb legyek arra a segédmunkára, amivel támogatni kell az én társamat. Az édesanyák rendeltetése a jó munkában segítkezni. Amikor az édesanyának tetszeni fog az ő osztály része. Én nem az az emancipált nő vagyok, akinek nem tetszik az osztályrészem, mert mi az, hogy én vagyok a segéd, és a férjem, a vezető, az irányító. Mi az, hogy rendelt az Úristen segítő társat, hozzáillőt. Én nem segítő társ, hanem irányító társ akarok lenni. És így keserítem meg a páromnak is az életét, meg az egész családnak az életét. Az igazán boldog édesanyák. Ők azt tudják mondani, amit a Zsoltáros mond. Az én osztályrészem kies helyre esett, és igen tetszik nekem. Nekem nagyon tetszik az, amire engem a jó atya elkülönített. Tetszik az, hogy nőnek teremtett. Tetszik az, hogy nő lehetek, és egy jó munkába segíthetek. Segítkezhetek a családon belül, a nyájon belül, a gyülekezet vezetősége mellett, de jó segítőtársnak lenni. Segíteni a gyermeknevelésben. Mert tudom, hogy a gyermeknevelésének a nagy része az rám hárul, és ezért mondja Salamon, hogy az elkényeztetett gyermek szégyen az ő anyjának. Mert az édesanya az nem a helyén van. Nem Krisztust adja a gyermekének, hanem a gyermeke kívánságát. És aztán majd szégyene lesz az ő anyjának. Az édesanyák rendeltetése. Tetszen a ti osztályrészetek. Ahogy tetszett Keresztelő Jánosnak is az ő osztályrésze. Szóval nekem úgy tetszik, hogy alá szállni kell, hogy ő növekedjen. Adja az Úr, hogy lássátok Krisztust növekedni a gyermekeitekben. És ez legyen az igazi örömötök. Ez tetszedjen még inkább nektek. Jó látni az édesanyák kitartását, amikor azt mondja az ige, hogy az igazi édesanya az soha fel nem adja a bőségben. Amikor ez az édesanya a bőségben élhetett, mert hozták az ő férje szolgálatáért, az ő együttes szolgálatukért, hozták az adományt, az ajándékot, a felajánlást, akkor azt mondja, a bőségben én hálás vagyok. Édesanyák, a bőség idején hálásnak lenni, a szükségben pedig olyan jó látni ezt a feleséget, elé áll, az Isten elé áll, és előáll. Előáll a nyájba, oda megy Elizeus elé, és azt mondja, a jó atya előtt már álltam, most eléd állok, tehát elé áll, és előáll, és azt mondja, hogy jelenleg ebben a helyzetben vagyok. Az édesanyja, akinek megvan a belső szobája, és az édesanyja, aki a nyájba is elő tud állni, és el tudja mondani az ő szükségletét. Mert nem mindenki él például álomházasságban. Nem mindenki olyan társ mellett van, hogy a jó munkába segítkezhet az ő férjének, nem lehet, hogy a gyülekezetből, te nem a fészek melegére mégy haza, hanem a háborúba. És a gyülekezetben van a nyugalmad és a békességed, mert egy fele másikába élsz.
de boldog az, az édesanyja, aki azt mondja, hogy a háborúba én a fővezérrel megyek Jézus Krisztussal. És ő segít ott, odahaza, a fronton a férjemet is oda szeretni, ehhez a bárányhoz, Jézus Krisztushoz. És én szeretnék odahaza nem kiborulni, hanem mindig időbe leborulni, és kérne mennyi segítséget. Az édesanyák kitartása, a bőségben háladással, a szükségben pedig ezzel az előállással, és az édesanyák ragyogása, kérdeznek és engedelmeskednek. Jól látni ezt az édesanyát, ez előáll, kérdezi Elizeust, mi hogyan legyen, és kész az engedelmességre. A kapcsolatot megy és felveszi az Isten emberével. Ő előáll, felveszi a kapcsolatot, és azt mondja, ez történik, jön a hitelező, és viszi a gyermekeimet, mit évő legyek. És mit mond a próféta? Biztatja ezt az édesanyát, aki egy megtört lelkű asszony, aki nem derűsen ünnepli az anyát napját, és hadd szóljak azokhoz, akiknek terheik vannak, akik terhekkel jöttek ide, könnyekkel jöttek, fájdalmakkal jöttek, és nem minden olyan felhőtlen, azt mondja Elizeus, vedd elő, amit van. Lehet, hogy nem sok mindened van, csak kevés. Lehet, hogy már kevés az erőd. Lehet, hogy már kevés a türelmed is. Lehet, hogy már kezd a reménységed is foszlani. Vedd elő azt a keveset, amit van. Azt mondja, hogy vedd elő azt a keveset, és mit tegyél? Tedd meg vele a hit lépéseit. Légy az élő Istennek olyan bizonyságtevője, mint amilyen voltatok a férjeddel együtt. Azt mondja, menj, így szól az ige, minden szomszédodhoz, akik ismerik az életedet, minden szomszédodhoz is kér tőlük üres edényeket. Ez a kéregetés legyen a te drága bizonyságtételed, te kér tőlük üres edényeket, neked ezt hittel kell megtenni. Miért? Én nem tudom még, mi hogyan fog történni. Azért kérek, mert ezt mondta az Úr. Milyen drága, amikor a tanítványok mennek és kérik a szamarat. Ha megkérik, miért viszitek el, miért oldjátok el, mert az Úrnak szüksége van rá. Menjetek, menj és kérj üres edényeket, de ne keveset, minden szomszédodtól. Erre szükséged van. Édesanyám, tudtok menni és bizonyságot tenni azzal a kevés erővel, amitek van. Megtenne a hit lépéseit, menni és üres edényeket kérni mindenkitől is sokakat. Azért, mert ti hiszitek, hogy az élő Isten azt meg fogja tölteni. És a bizonyságtétel, hogyha történjen kifelé, kin kérj sok edényt, majd zárba az ajtót és belül töltögesd azt. A bizonyságtétel kívül és belül. Kívül elmondani mindenkinek, és belül a gyermekeiddel együtt, a gyertek és nézzétek meg, hogy nekünk élő Istenünk van. Apátokkal együtt mi egy élő Istennek szolgáltunk, és nem egy erőtelen, szegény Istennek. Mit teszünk gyermekeinkkel, testvérnők, amikor nekünk már kevés van? Mit teszünk gyermekeinkkel, a lelki harcot feladjuk? Ez az édesanyja feladja a lelki harcot, és azt mondja, hogy abba hagyhatjuk gyermekeim. Mehetünk valamilyen világi pályára? Megoldhatjuk saját találmányainkkal ezt a problémát? Mit teszünk a mi gyermekeinkkel, amikor nekünk már kevés van? És ugye hallottuk a délelőtt, nem azzal van baj, ha sátán így megtámad, hogy elvették a férjedet. Nem azzal van baj, ha sátán így megtámad, hogy elvették a megélhetésedet. Nem azzal van baj, amikor jön és támad, hogy már a reménységed is kezd foszlani. Azzal van baj, ha te megadod magad. Ha feladod ezt a küzdelmet, és nem állsz ki ott erősen az Úr mellett azon az alapon, amire építettél. Jó látni az édesanyák gyümölcsözését, amikor jön ennek az édesanyának a megoldás bősége. Amikor azt mondja, hogy megyek, kérek, hittel kérek, és ez az édesanya gyümölcsözni fog, mert ezt az olajat fogja kin árusítani majd, amihez edényeket kért. Édesanyák, gyümölcsözzetek így, hogy azt a keveset oda tettétek az Úr oltárára, hogy azt a keveset az erőből, a bölcsességből, a reménységből, az a keveset mindenből adjátok a kezébe, hadd tudja megáldani,
hadd tudja azt a mustármagnyi hiteteket is megáldani, megszaporítani, és tudjatok belőle ti a szegények másoknak is adni. Azt a keveset, ami megszaporodott, azt menj, most már is árusítsd másoknak. Megtörtént kinn, megtörtént a gyümölcsözés benn, és megtörténik az öröm ott fenn. Az igazi, áldott életű édesanya az bizonyságot tesz kívül, bizonyságot tesz belül, és örömet szerez ott felül a mennyországba, mert látják az ő gyümölcstermő életét. Egy néhány kérdést fogalmazott meg bennem az Úr, hogy hol keresem én, és hol keresitek ti a megoldást. Ha problémátok, nehézségetek van, édesanyák, az Úrhoz mentek-e? Az ő szolgáihoz mentek-e? Azokhoz mentek-e, akik élő kapcsolatban vannak az Úrral? Hol keresitek a megoldást? Az Úrnál, vagy nyugaton, Európában, valamelyik másik kontinensen? Viktor, te hol keresed a megoldást, ha nehézségek vannak? Édesanyák, édesapák, gyerekek, fiatalok, hol keresitek a megoldást? Ez az édesanya problémával küszködött, és a megoldást jó helyen kereste, az Úrnál. Jön a kérdés, hogy hogy keressük a megoldást? Úgy, hogy egyszer imádkoztam, úgy, hogy hálaadással tárom fel az én kérdésemet, az én kérésemet, vagy úgy, mint ez a lelkipásztor, aki azt mondta, nem így beszéltük meg az Úristennel. Lázadok a nehézség és a nyomorúság idején. Hogyan hordozzátok a terheket? Kiborulva vagy leborulva? Hogy keresed a megoldást? És ha megoldás megszületett, ha az a kevés, ami volt, azt Isten megáldotta és megszaporodott, ha volt a múltba ilyen mélyre szállás az életetekbe, és az Úr felemelt, kiemelt belőle, akkor a kérdés, hogy tálaljátok a megoldást? Édesanyja, hogy tálalod? Úgy, hogy volt egy jó ötleted, vagy úgy, hogy van egy szerető Istened? Ez az édesanyja bizonyságot tehetett, hogy ez nem az én ötletem, ez nem az én ügyeskedésem. Mindenért az Isteni a dicsőség. De jó így a gyermekeinkre nézni, és azt mondani, hogy mindenért az Isteni a dicsőség. Amikor láthatom a belső szépségét is már, és nem csak a külsőt a gyermekemnek. Atyám, tiéd a dicsőség. Tiéd a dicsőség, hogy meg tudtam maradni a házasságba, szentül és tisztán. Tiéd a dicsőség, ha segítőtárs tudtam maradni, és nem lettem irányítótárs átvéve a kormánypálcát. Tiéd a dicsőség mindenért, ha tudtam világítani kívül, és tudtam világítani belül. Hogy tálalod az eredményt? Úgy, hogy a dicsőséget elrablod, vagy úgy, hogy nem dicsőség rabló vagy, hanem az Atyád dicsőítő. Az az igazi bizonyságtevő élet, aki amikor eltűnik, akkor maga után nem űr marad, hanem mindenki Krisztusra figyel. Mert a figyelmet, a tekintetet nem magára irányította, hanem Jézus Krisztusra. Így volt drága, amikor Keresztelő János eltűnt, nem magukba és nem egyedül maradtak azok, akik szerették az Urat, hanem mindenki Jézus Krisztusra tudott figyelni. Édesanyák, vannak terveitek. Vigyétek ezeket az Úr elé. Édesanyák, vannak terheitek. Ezeket is vigyétek oda az Úr elé. És szabad ezt odavinni a férfiaknak is, nem csak a feleségeknek. A terveket is, meg a terheket is. Ez a házaspár odavihette a tervét is, ez az édesanyja odavihette a terhét is, odavihette a gyermekei életét is. És vannak segítőitek, mert az Úr gondoskodik arról, hogy az övéi egy nyájba legyenek, a próféta tanítványok együtt éljenek, és vannak segítőitek, akik lehet sok mindent nem tudnak nektek adni, csak üres edényeket. De milyen drága dolog, hogy a ti uratok meg tudja azokat tölteni. Ha csak üreset tudsz valakitől kérni, ha csak egy kéréssel tudod a másikat megkeresni, és azt mondod, hogy neki sincs, vagy nem tud miből adni, csak egy üres edényt, mit kezdjek vele? Menj, keresd magad a testvéredet,
az Úrnak célja van vele. Menj is, tegyél neki bizonyságot. Vannak segítőitek, és van olyan, akit megkereshetsz, és ad jó tanácsot, és mennyei tanácsot. Ne azok a lázadók legyetek, akik azt mondják, hogy Uram, egyenesen. Miért menjek máshoz? Miért kérdezzek mást? Uram, egyenesen. Nem, vannak segítőitek, keressétek fel őket. És kívánom, hogy legyenek győzelmeitek. Hogy ti, akik ezen az úton jártok, ahogy ez az édesanyja győzött, úgy győzzetek. Mert akkor egy évbe nem csak egy nap lesz az anyáké, és a többi mind az apáké, vagy még több a kísértő sikeres támadásáé, hanem akkor az egész életünk az Úré lesz. Édesanyák, édesapák, ifjúság, milyen drága dolog, mert nekünk nem egy napunk van egy évbe, vagy nem egy napunk van egy életbe, hanem nekünk az egész életünk az Úré. Vicces az a kis történet, amit az egyik orosz turista mondott el, és valószínű, hogy több nép a maga életére nézve ezt átfordította, és lehet, ti is ismeritek, de nálunk hallottam ezt a kis vicces történetet, hogy elment valaki az Egyesült Államokba, és kivitték a temetőbe, és ott a temetőbe körülnézve olvassa a feliratokat a fejfákon, hogy az egyik élt 8 évet, a másik élt 10 évet, a harmadik 20 évet, a negyedik 4 évet, az ötödik, nem tudom, megint csak egy viszonylag kevés kort élt meg, és azt kérdezte, hogy halljátok, hát nálatok ilyen fiatalon halnak az emberek. 6 év, meg 8 év, meg 10 év, és azt mondta a kísérője, hogy nem, tudod, nálunk annyit írnak a fejfára, hány évet élt, és nem ahányat szenvedett. Ezek ennyit éltek. Akkor haza telefonál a feleségének, hogy nem tudom, hogy a repülő úton majd mi fog velem történni, de ha útközben meghalnék, akkor írjátok a fejfámra, hogy halva született. Nem volt egy szép napom sem, nem volt egy jó napom sem. Édesanyák, nem egy napot készített nekünk az élő Isten. És édesapák, nem egy napot készített nekünk. Hanem akit megváltott, az megváltott egyszer, és megváltott örökre. Ne azok legyetek, akik tele vagytok keserűséggel, nyomorral, hanem ilyen drága mennyei győzelmekkel. Jussatok tovább. Jussatok tovább a gyásznál. Jussatok tovább, mint ez az édesanyja tovább jutott. Jussatok tovább a hiánynál. Az Úrral ő minden hiányunkat és szükségünket betölti, vele a hiánynál is tovább lehet jutni. Jussatok tovább a kilátástalanságnál. Elveszítem a gyermekeimet. Elveszítettem őket. Jön a hitelező és elviszi mind. Nem, nincs kilátástalanság. Az Úrnak van hatalma megmenteni és megőrizni őket. A kísértő börtönéből őket kihozni. Ti a gyermekeiteknek ne modernizált börtöncellákat kérjetek, hanem kérjetek szabadságot. Vannak olyanok, akik a kísértő fogságába élnek csak jó erkölcsel. A kísértő fogságába élnek, mert nem menekültek oda a kereszt alá, csak teletömött zsebekkel. A kísértő fogságába élnek, csak sikerekkel tele. És ezek azt mondják, hogy nézzétek, milyen jól élünk. Tudjátok, a bűn börtönébe, amíg valakinek nem lesz az élete a szíve Jézus Krisztusé, a bűn börtönébe teljesen mindegy, hogy még cellába élsz. Mindegy, hogy a börtönbe te vagy a főhadnagy, vagy te vagy a közlegény, teljesen mindegy, hogy a rabok között milyen a rangod. Jézus Krisztus a rabok közül kiszabadítani akar, kihozni a fogságból. Mert ott el fogsz veszni akkor is, ha tele a zsebed, ha jó az egészséged, ha sikeres a vállalkozásod, a börtönbe teljesen mindegy, milyen a siker. Onnan nem lehet menni a bűn börtönéből, csak a kárhozatba. A börtönből ki. És boldog az, akit a fiú megszabadított. Mert az valósággal szabad. Jussatok tovább a kilátástalanságnál. Ne azt akarjátok, hogy a gyermeketek, vagy ti magatok a jó erkölcsre váltsatok. Mi nem a jó erkölcsre váltunk. A mi megtérésünk az valóban megtérés legyen. Mert testvérek, a megtérés több a bűnbánatnál. A bűnbánatra sokkal többen eljutnak, mint a megtérésre. Sokkal többen eljutnak odáig, hogy megbánják a vétkeiket, és ez mintha egy megújulást jelentene, az ő életüknek,
és azt mondják, hogy elhagytam az alkoholt, és az alkoholtól a józan élethez térnek. A lopástól a tisztességes élethez térnek. Az Isten káromlástól a választékos beszédhez térnek. Ez egy erkölcsi változást jelent. De amikor valaki a tisztátalan beszédtől az Úr dicsőítéséhez fog megtérni, hogy magasztalja az Urat, Jézus Krisztust, akkor ez valóban megtért, és nem egy erkölcsi változáson ment át. Amikor valaki a lopástól az adakozásig jut, hogy Uram, mindenem a tiéd, akkor ez nem egy erkölcsi változáson ment át, hanem többen. Amikor valaki leteszi a poharat, és most már nem a szenvedélyeinek él, hanem azt mondja, az életem sem drága nékem, úgy szeretem Krisztust. Tudjátok, ez egészen más. Olyan jó idáig eljutni, hogy lehet, hogy vannak sajnálkozó szomszédaid. Lehet, hogy vannak lelkileg tehetetlen testvéreid. Valószínű, hogy ez a próféta, tanítvány, felesége, ez az asszony azoktól a szomszédoktól tudott kérni, akik ott voltak, próféta családok, és ment, mert ő benne élt a próféták táborába, és lelkileg tehetetlen segítők voltak körülötte. És azt mondja, menj a te lelkileg tehetetlen segítőitől kérni, és amikor meglátják, hogy megáldott téged az Isten, az ő reménységük is más lesz. Az ő erőforrásuk is más lesz. Menj a lelkileg erőtlenhez, mert az Úr a te kevés erőd által akarja őt is bátorítani és éleszteni. Milyen jó, hogy a sajnálkozó szomszédságnál lehet az én életem áldássá, segíthetek nekik. Állj a kősziklára, és lásd az Úr hatalmát, gazdagságát, dicsőségének a ragyogását. Ez az asszony így állt rá erre a kősziklára. Tudjátok, annak van igazi öröme, akinek a lelki háborúban van győzelme. Édesanyák, legyen a lelki háborúba, férjeitekkel, társaitokkal, anyájjal együtt. Legyen a lelki háborúba győzelmetek, és akkor ez a nyáj nem egy nap fogja megünnepelni az édesanyákat, vagy az édesapákat, hanem jövünk a mennyegzőre, és már itt örülünk annak, hogy minket készen vár egy örök hon és egy elkészített lakoma. Legyen örömötök teljessé és tartósá. Amen.